Hello, hello, sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket, Lénárt Tünde, Angolra Hangolva. Mi a mai témánk? Elsősorban egy 5 perc nyelvtannal készültem, még mindig a kérdések témájában, azon belül is jelen időkről lesz ma szó. Ez a blokk, ez ugyanúgy, mint az előző részeknél magyarul fog menni, és utána készültem megint egy kis szókincses blokkal. Maradunk most is még mindig az első nagy témánknál, az eating, az evésnél, és hát ugye tegnap az egészséges reggeli opciókról volt szó, ma pedig egy picit beszélgetünk az egészségtelenebb opciókról is, angolul. No, hát remélem, hogy megérkeztek ti is, és akkor már is belecsapok. Annyit még gyorsan előjáróban el szeretnék árulni nektek, hogy alapvetően ezek a rövid videók egymásra épülnek, hogyha esetleg lemaradtatok az első pár részről, akkor akár itt a Hangolódj, ez a neve a Facebook oldalunknak, nyílt oldalunknak is, megtaláljátok a videókat a videó fülecske alatt, vagy a YouTube csatornámon, ahova egyszerűen csak azt írjuk be, hogy Lénárt Tünde, és megtaláljátok nem csak az eddigi videókat, amik a témában készültek, hanem nagyon sok más témájú videómat is. Na, hát akkor úgy látom, hogy megérkeztetek, szerintem csapjunk is bele, hiszen nagyon gyorsan elmegy ez a 10 perc. Alapvetően az első két részben már beszéltünk a kérdések feltevéséről, angolul letisztáztuk, hogy fordított szórenddel kérdezünk, és tegnap elkezdtük ízlelgetni azt, hogy alapvetően, hogyha nem létigéről van szó, azaz nem azt mondom, hogy én vagyok, te vagy, hanem bármilyen más igét használunk, például eszem, eszek, úszok, játszok, stb., akkor valójában a segédigével kell kérdezni, vagy egy segédigével kell kérdezni. Na most nem mentem bele tegnap, és most sem fogok idő hiányában, de azért azt elárulnám, hogy nem csak ez az egy jelen idő van, amit tegnap elkezdtünk egy kicsit boncolgatni, nem csak ez az egy szerkesztésmód van. Ugye arra próbáltalak titeket itt ösztönözni, hogyha azt megértjük, hogyha általános szokásokról, tehát a szokásakulcsú szokásokról van szó, akkor jelen időben az igékre ezzel a do segédigével fogok kérdezni. Ugye itt volt egy pár mondat, még mindig ismételjünk akkor egy picit vissza, hogy do you like chocolate? Szereted a csokit? Tehát nem elegendő csak úgy kérdezni, hogy you like, hanem do you like chocolate? Vagy itt volt egy másik példa, hogy do they often watch TV? Ugye gyakran néznek tévét. Tehát ugye ezekből a mondatokból a do a segédige. Ő neki nincs specifikus jelentése, maximum egy picit a szokás jobban átérzik ebből. Nagyon szeretném kihangsúlyozni azoknak, akik esetleg elakadnak még mindig a mondatszerkesztéssel, hogyha esetleg kérdőszót teszek oda, például mikor, hánykor, akkor is ugyanúgy ez lesz a szerkesztése a mondatnak, csak a mondat elejére rakom a kérdőszót, mint például what time do you wake up? Tehát what time a kérdőszó, mikor, hánykor szoktál felkelni, hát hánykor az egy picit pontosabb fordítás lenne. When do you read? When do you read? Ugye a kérdőszó a when, ő lesz akkor ebben az első, de ugyanúgy segédige do, utána jön az alany you és read. When do you read? Ez a mondat valójában azt is jelentheti, hogy mikor szoktál olvasni. Mikor nem is rakom ki ezt a szót a magyar nyelvbe, az angolba, akkor is ezt a habit, ezt a szokásszerűséget jelenti elsősorban. És itt egy dolgot szeretnék kiemelni ennél a szokásoknál, hogyha alapvetően őrá kérdezek rá, például, hogy ő vagy Kati, tehát, hogy egyes szám első személy van, akkor a do-ból does lesz, does. Ezért sárgáztam itt ki. What does she have for breakfast? What does she have for breakfast? Ugye ő jelenti azt, hogy mit szokott ő, vagy mit teszik ő reggelire, beletehetném azt a szót, hogy mit szokott ő reggelizni. No, ami nagyon fontos, hogy ez egy jelen időfajta, és akkor kezdjünk ismerkedni azzal a fogalommal, hogy nem csak egyféle jelen van az angolban, hanem lehet más jelen idő is, és én most nagyon-nagyon leszűkítem egy-egy fő használatára ezeket. Van egy olyan szerkesztésmód, igeidő, amit úgy hívunk, hogy folyamatos jelen, present continuous angolul. Biztos hallottátok már, akár akik kezdőbek is, azokat az opciókat, vagy azt a mondat szerkesztés, amikor úgy rakom össze a mondatot, hogy are you listening to me? Ugye Itt a segédige valójában az am, is vagy are, tehát a létige, ez is lehet segédige, igen. És ha megfigyelitek, van egy igénk is, a listen, aminek a végén van egy ing, most mondhatjuk úgy is, hogy egy egyszerű ing. Hogyha ilyet láttok, hogy van egy létige, am, is, are, plusz egy ing, akkor az azt jelenti, hogy ez egy kicsit más jelen időre utal, ez a mostra utal elsősorban, jó? Nyilván több mindent is jelenthet, és több használata is lehet ennek az igeidőnek, de most maradjunk ennél az alapesetnél, hogy a mostanra vonatkozik. Most így is lehet kérdezni. Tehát amíg a do-val szokásokra kérdezek rá, addig ezzel a létigével plusz az igén ingel, nagyon fontos, egyszerre működik a kettő, az a mostanra kérdez rá. Tehát, are you listening to me now? Te most engem hallgatsz? Vagy figyelsz rám? Azt is jelenti a mondat. Vagy, is he working right now? Ugye itt, ha őróla van szó, ott már tudjuk, hogy a he az is-zel működik csak együtt. Is he working? Ő most dolgozik? Ő ezt jelenti. Ugyanúgy fordított a szórend, hiszen a létige, segédige ebben az esetben van elöl, alany és az igeinges alakja. Vagy itt egy harmadik példa. Are your parents supporting you? Támogatnak téged a szüleid? Tehát ezek mind-mind a mostra vonatkoznak elsősorban. De ezt is használhatod ugyanúgy kérdőnévmással, bármilyen kérdőnévmással, például ugye itt a what a kérdőnévmás, és a fordított szórend ugyanúgy adott. What are you doing? What are you doing? Oké, tehát az are és az ing, hogyha együtt van, akkor az mindig a mostra vonatkozik. Na hát a nyelvtani blogba ennyi fért most bele, de bátran kérdezzetek, hogyha esetleg van kérdés, és akkor gyorsan megnézem a kommenteket, és nézzük is, na nincs kérdés egyelőre, írjatok, ha van. Akkor egy kicsit most átváltunk angolra, gyakoroljuk a beszédet is, a szókincsedet szeretném, hogy építsük. Let's switch to English. Today our topic is still eating. Last time and the previous time we talked about breakfast, having breakfast, and yesterday we talked about healthy meals for breakfast. Do you remember? What food, what were those two meals I mentioned to you guys, which are really, really healthy? Do you remember what were those two options? Now, while you're answering me, let me show you some unhealthy options. For example, in my opinion, I am not a dietitian, okay, very important, but in my opinion, pastries and, for example, toast with margarine are not too healthy, in my opinion. Now, pastries can be seen in the second picture, you know? The little cookies, cakes, well, those are the pastries, bakery products. They are not too healthy, in my view, for breakfast. We will check why in a second. And the other one, the first picture, is a toast with margarine. Now, why are these unhealthy? Well, there can be many reasons. What do you think? Why are they unhealthy or not the best options for breakfast? Well, first of all, pastries are not too healthy because they can be, not all of them, can be full of sugar. And in this case, they are processed. Okay, so that's one of the reasons. There can be others too. And the toast, if it's made from plain flour, that's not too healthy. It is said that if we eat, for example, whole grain flour, that's better. That's a better option. And secondly, margarine is not natural. It's chemically made, and that's why it's not too healthy, to be honest. So these are the main reasons. What else do we have that we shouldn't really have for breakfast because they are not too healthy? What do you think? Can you let me know about your opinions, guys? Okay, so for example, junk food. Now, these are not just for breakfast, but for any meals of the day. They are not too good. For instance, hamburger, or hot dog, not too healthy option, or pizza. Generally speaking, any processed food should be avoided because they are not too healthy either. For example, processed foods like sausage or salamis, different types of salamis, fries, chips, crisp as well. So let's check why they are not too healthy again. What do you think? What's the problem with junk food and processed food? Well, let me check if you have. So Henny is writing that in pastries there is a lot of sugar. Yeah, there is a lot of sugar. That's right. And of course, we will be hungry in a while for sure. After maybe some minutes or in, I don't know, in a few hours too. But sugar, yeah, typically sugar is the problem with pastries. What about processed food? Well, in my opinion, they are not too healthy because they contain a lot of additives. Additives, you know, the E thing is chemicals sometimes, yeah. Preservatives. Now, preservatives are those chemicals that keep food fresh, okay? And last but not least, they have a lot of colorants in them. Colorant, so that will have or give some extra color to the food. They're not natural. So everything which is processed is not too healthy because there are extra chemical processes included in making them. Now, in your opinion, why are these foods, so why is junk food unhealthy? Hajnalka is writing that pizza is really unhealthy, yummy by the way, but unhealthy because it contains lots of carbohydrates, so carbs and fat at the same time. Yeah, it's interesting because carbs and fat can be natural and can be healthy too, but you know, there are two types of carbs. So it depends if it's the good ones or the bad ones, so to speak. There are many healthy carbs. For example, yesterday we talked about oats. That's said to be healthy, for instance. Okay, now, that's it for today, I'm afraid. Remember, junk food is typically like fast food, for example, hamburger, hot dog, pizza. Processed food is, for instance, something that was chemically processed, or it takes more time to, no, it's not true. So chemically made, that's a better explanation, like crisp, sausage, salamis. So it would be better to eat fruits, vegetables, especially grown in your garden. All right, guys, that's all for today. Ennyi lett volna, ami mára belefért. Egy pici nyelvtan, egy pici szókincs mára is. Mi lesz a holnapi témánk? Mondatalkotás, viszont nem jelen időben, hanem múlt időben, és aztán a következő napokban meg fogjuk nézni a kérdést is, hogyan teszünk fel kérdéseket. Bátran írjátok meg, ha van kérdésetek az előző vagy a mai leckével kapcsolatban. A szókincses leckénk pedig egy idiómára fog alapulni, ami így hangzik: I have a sweet tooth. Okay, sweet tooth. Amíg a magyarok azt mondják, hogy édes szánk van, addig angolul édes fogunk van. Jó? Tehát az édes szájúságról lesz szó holnap, egy kicsit ezt elárulhatom, várlak holnap is titeket nagy szeretettel, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!